Zsoltit nagyon karakán edzőnek ismertem meg. Nehéz elnyerni a bizalmát, de ha sikerül, akkor egy nagyon jó barátra is lel az ember, és mondhatom másik apukának ilyen tekintetben, mert tényleg nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Több mint másfél évtizede edzősködik a Veszprém szakvezetője Fehér Zsolt, aki 2020 óta irányítja a bakonyiakat, de előtte már több helyen is komoly sikereket élt át. A 2010-es évek elején például Dunakeszit hódította meg a sportággal. Az első évben csak ismerkedtek a helyi lakosok magával a szóval is, hogy mi az a futszál. Aztán amikor kilátogattak a mérkőzésünkre, akkor nagyon megszerették ezt a pörgős gyors játékot, és utána heteken belül, hónapokon belül mondhatom azt, hogy az ország leglátogatottabb szurkolói eseménye volt a futszában. A későbbiekben Győrben folytatódott Fehér Zsolt pályafutása, ahol sikerekben szintén nem volt hiány. Találkoztam először Huára Kávóval, aki utána mint edző dolgozott a szombathelyi haladásnál, és nagyon szép sikereket ért el. Nekem szerencsém volt szemközelből is látni őt és az ő profizmusát, de ide sorolhatnám Drót Zoltánt is, aki már abban az időben bontogatta szárnyait. Az edzőt viszont nem sokáig láthattuk a Rába Eto stábjában, hiszen Fehér Zsolt Győrből Dunaújváros felé vette az irányt. Akkor, amikor még a Dunakeszi vezetőedzője voltam, akkor a Dunaújváros csapata akkor bontogatta szárnyait, és egy edzőmérkőzés keretein belül találkoztunk, és utána egy közös megbeszélésen érdeklődtek magáról, a sportágról, hogy lehetne a klubot felépíteni. Majd utána ez úgy sikerült, hogy rá három évre meg is kerestek, hogy vállaljam el náluk a vezetőedzői pozíciót, amire örömmel igent mondtam. Másodikok lettünk a bajnokságban a Győr mögött kétszer is, és a Magyar Kupa döntőbe is, a Final Four-ba is be tudtunk jutni. Ez abban az időben egy nagyon nagy dolognak számított. Büszke vagyok az ott eltöltött időre. Büszke vagyok, hogy azokban az időkben tudtam dolgozni a magyar futsal válogatottnál, ahol nagyon sokat profitáltam, és ezeket a dolgokat ugyanúgy tudtam érvényesíteni a Dunaújváros futsal csapatánál. Szítónak köszönhető az, hogy 2016-ban sikerült kijutni az Európa-bajnokságra, ami szintén egy olyan mérföldkő volt az életemben, a pályafutásomban, a karrieremben, amiből nagyon-nagyon sokat tudtam tanulni. A mai napig is azért küzdök és azért dolgozom, hogy azok a játékosok, akik most a kezem alatt vannak, hogy nemzetközi szinten a válogatottal olyan sikereket tudjanak elérni, hogy nekik is adódjon az a lehetőség, hogy Európa-bajnokságon, vagy netán idővel világbajnokságon tudjanak majd szerepelni. Fehér Zsolt több mint három éve edzi a veszprémi játékosokat. Az első évben sikerült a Magyar Kupát elhódítani, ami a klub fennállása óta a legnagyobb siker, amire nagyon-nagyon büszke mindenki, és biztos vagyok benne, hogy a közeljövőben lesznek még olyan sikereink, amire fel fogja majd kapni a fejét az egész futsal társadalom. Mindén, mint ember, mint edző, a korral én is változom. Természetesen, hogy szemmel követem az ellenfél csapatait, illetve a nemzetközi mezőnyt is. Ehhez mérten én is próbálok változtatni a dolgainkon, de azok a dolgok, amik jól működnek, azokat nem nagyon szoktam piszkálni, és nem nagyon szoktam hozzányúlni. A veszprémiek korátlaga viszont változott az utóbbi években, hiszen Fehér Zsolt rengeteg fiatal játékossal dolgozhat a klubnál. Happy birthday! Szuper! Föl lehet állni, mi vagy a Botinak nem volt születésnapja, ő kezd bent. Bízom bennük, ők pedig bíznak bennem, és ez oda vezet, hogy legutóbb is sikerült egy erősebb és egy jobb csapatot Kétvárra fektettünk a bronzmérkőzésen. Nélkülük ez a dolog nem sikerült volna, ezért az idei szezonban is folytatjuk ezt a dolgot, és próbálunk minél több fiatalnak minél több játékpercet adni, és beépíteni őket, hogy a jövő olyan fiataljai legyenek nálunk, akik nagyon hosszú távon meg fogják majd alapozni a Veszprém futsalnak a jövőjét.